Jó estét kívánok, kedves nézők! Október első víkendjén köszöntöm Önöket, és nagyon bízom benne, hogy legalább annyira színes, szép és izgalmas lesz az október, mint a mai adás. Tartsanak velünk mindenképpen. Első vendégünk Pregicer Fruzsina, Jászai Mari díjas színművész. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy téged tényleg nem kell bemutatni, nem csak a nyíregyháziaknak, hanem sem a megyei, sem a határon túliaknak, sőt az országban ugye nagyon sok helyen jársz, és az apropója annak, hogy ma behívtunk, szintén olyan színes, hiszen nagyon sok minden történik most körülötted. Először is egy műsorajánlóval kezdünk. Október 8-án vasárnap este 7:30 a Duna TV-n főszerepben Szabolcs-Szatmár Bereg megye, pontosabban Szabolcs megye, a Magyarország Szeretlek című műsorról van szó. Hát gyakorlatilag ez a te szívedbe is bele van vésve, ugye? Fruzsi, igen. Magyarország Szeretlek. Mesélj erről a műsorról, hogy kerültél kapcsolatba vele? Hát felhívtak, hogy van-e kedvem megmérkőzni, ugyanis úgy váltott profilt ez a műsor, hogy most megyék mérkőznek meg egymással. Direkt nem mondom, hogy harcolnak, mert hiszen ez egy játékos kaland. Zala megyével birkóztunk, ott is voltak, volt színész kollega, a énekes hölgy kolléga a mi csapatunkban. Nagy Sándor volt, aki Budapesten él ugyan, kisvárdai születési kollega, aki a Madár Színházban több szerepben is játszik, valamint hűha, és most nagyon ki fogok kapni, a Four for Death-ből Kristóf. Bárány Kristóf. Igen, és mi hárman próbáltuk tenni a magunk dolgát, de hadd ne áruljak el bármit is, mert... Meg fogjuk nézni. Igen. Gyakorlatilag itt ugye, hát egy színész számára nem nagy probléma improvizálni, gondolom, hogy itt azért volt pár... Nem mondod. Sőt, én rettenetesen ideges voltam, mert teljesen ismeretlen terep volt ez számomra. Kamera előtt lazán, jópofán viselkedni, ha nekem nem mondják meg, hogy mik az alapirányok, és mi a koncepció, és honnan, hová kell eljutni, akkor kicsit ismeretlen számomra az egész, és hát sokszor láttam ilyet, Családbarát magazin, egy másik közszolgálati műsorfolyam, és néztem a kollégáimat, akik húha meretten ott ültek, mert vagy főzniük kellett, vagy nem magam sem tudom mit csinálni. Tehát én így jutottam saját magamnak eszembe, hogy vajon megy-e ez. Nekem az volt a nagyon nagy ajándék, hogy volt előtte próbajáték. Mert tehát ezt a nézőknek hadd áruljam el, hogy ez már egy felvett produkció, tehát már kiderült az eredmény, de nem mondom meg. És előtte próba játszottunk, és attól nekem nagyon jó kedvem lett. De meg volt a főpróba, és akkor igen, utána és már az tudtad, hogy merre van az előre. Természetesen egész más kérdéseket tettek fel nekünk. A meglepetés még az, de hát már a Facebookon szanaszét megosztottam, hogy nem egy civil akármilyen ruhába mentem, de ez is majd, aki megnézi, annak legyen meglepetés. Csecsemőknek minden vicc úgy, úgyhogy biztos sokaknak. Meg egyébként én is úgy vagyok vele, hogy néha szeretem megélni a pillanatot. Igen. Tehát, hogy néha jó elzárni mindenféle hírcsatornát, és igen, akkor leülni és úgy megnézni, mint hogyha semmit nem tudna az ember a világról. Hogy rácsodálkozunk arra az új és izgalmas dologra. Egyébként maga a televíziózás műfaja, az mennyire áll hozzád közel? Ugye sajnos nem nagyon készülnek filmek, illetve hát van néhány ember, akinek van szerencséje, igen, ezekben részt venni, és rettenetesen sok nagyon jó színész van Magyarországon, igen, akiknek kevés ilyen lehetősége hát van. Nyáron forgattam a Sátánfatya produkcióban, amit itt forgattak a Zsigmond Dezső rendezésében. Itt forgattuk a Sóstói Múzeum faluban. Hát én voltam az egyedüli Móri Zsigmond színházbeli kollega, és el is valahol rettenetesen szomorú volt, hogy én 2001 óta nem álltam felvevőgép előtt. Hát ez dobta ki a gép, hát nincs mese, kellene mennem castingokra, amiről tudnom kellene, de nem tudok. Egyelőre van egy csomó olyan más feladatom, éppen a felvétel környékén, október 19-én volt a felvétele, másnap már Győrben voltam az Arszakra Fesztivál szervezésében a Cucor Gergely Bencés gimnáziumban, azt követő nap 21-én már
szintén Arszakra Fesztivál, már a Fényi Gyula gimnáziumban voltam, Miskolcon. Tehát nekem nem vagyok boldogtalan, mert időközönként levegőt sem kapok, hogy mennyi a feladatom. Ugyanígy megyek most a Felvidékre, október 15-én Nagykaposra, ahol a Mécs László vers estünket csinálják, Bata Hajnalka a népdalénekes közreműködésével, épp ott, ahol Mécs László praktizált, volt plébános. Gyakorlatilag ez egy olyan misszió, amit te már évek óta csinálsz az önálló estjeiddel, bárhová, ahová meghívnak, nagy szeretettel állsz ki a közönség elé, ami nyilván egy nagyon erős hitből kell, hogy táplálkozzon, hogy van értelme, és valóban lángot tudsz gyújtani a szívekben. Hogy bírod egyébként energiával, vagy ennyi mindent csinálsz? Hogy? Hát éppen az, amit csinálok, miközben csinálok, attól kapok energiát, például hát holnap után, azaz október 8-án, kimerem mondani, 40 évvel ezelőtt álltam azon a helyen, ahol templom búcsún Budapesten, Zuglóban állni fogok egy helyen. Én abban a templomban nevelkedtem, ott találkoztam először úgymond a közönség nevű fogalommal, tehát az a felállással, hogy én ott vagyok, nekem van valami, mi ott vannak, és átadom azt a valamit. Attól, hogy ott lehetek, hogy csinálhatom, attól, hogy adom, attól kapok egyúttal erőt, és amikor visszajelzésekben pláne ott van, hogy a betyárja, de régen hallgatjuk a verset, de ritkán hallhatunk verseket, és ugye ez, tehát úgy gondolom, hogyha ilyen média, vagy közmédia, vagy bárki nem sugároz eleget, vagy hiányuk van az embereknek, akkor nekünk a dolgunk, hogy ezt csináljuk. Megelégedett embernek tartod magad? Igen. Szeretnek, erőt kapok, hogyha elbizonytalanodom, segítséget kapok. Van egy csodálatos fiam. Csodálatos érzés lehet, hogy sok-sok szerepből tudod összegyúrni tulajdonképpen azt a fajta boldogságot, ami te magad vagy, amit mi látunk nézők a színpadon, ami akár egy anya, akár egy színésznő, akár egy versmondó lány, most így eszembe jutott ugye a Móka Miki, aki tényleg évtizedeken keresztül csinálja, és hittel és lelkesedéssel, és mégis a mi fruzsink maradsz most már itt ebben a megyében, ebben a régióban. Van még itt a napokban egy másik feladat is, ezt is szerintem nem sokan tudják rólad, az akadémiai tagságodra gondolok, erről még egy pár szót, mert sajnos a műsoridőnk véges, és neked meg nagyon-nagyon sok esemény van az életedben. Hát a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja vagyok. A másik híres tagunk a megyéből éppen Szabó Dénes, aki a zenészeknél van, illetve Vajda László, kovácsmester Tiszaeszlárról. Úgy gondolom, hogy egy ilyen akadémiai tagság, vagy levelező tagság arra azt szabja meg, vagy arra irányít engem, hogy foglalkozzam a következő nemzedékkel. És akire úgy gondolom, hogy érdemes súlyt helyezni, vagy a figyelmet, akkor mindent kövessek el, hogy az élető meg is kapja. Tehát én így fogom fel ezt a tagságot, és hát nagyon fontos esemény elején nézünk, október 10-én az akadémia új elnököt választ, és hát ott leszek majd, és várom, és a Jóisten segítségével majd lesz, aminek lenni kell. Hát bízunk benne, hogy minden úgy lesz, ahogy lennie kell, mi pedig itt Nyíregyházán, vagy akár a Móricz Zsigmond Színházban is nézőként várunk szeretettel ebben az évadban, és köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Két felsőoktatási intézménnyel kötött ismét együttműködési megállapodást a Józsa András Múzeum. Ezen túl a Nyíregyházi Egyetemmel és az Eperjesi Egyetemmel lesz aktívabb a közös szakmai munka a kulturális intézményekben. Elsőként egy érdekes konferenciát is szerveznek már a jövő hét elején, a részleteket megtudhatják a következő percekben. A Józsa András Múzeum a tudományok gyűjtőhelye. Többek között geológusok, művészettörténészek, irodalmárok és régészek is dolgoznak az intézményben. Ezeknek a szakembereknek a tudományos munkáit segíti az a két együttműködés, amelyet ma kötött az intézmény a Nyíregyházi Egyetemmel és a Szlovákiában található Eperjesi Egyetemmel. Utóbbival egy kiemelt témája is van a közös munkának. Két egyetemmel kötött keretmegállapodást, együttműködési megállapodást a Józsa András Múzeum. Ez a két egyetem a Nyíregyházi Egyetem és az Eperjesi Egyetem.
Nem véletlen ez a két egyetem. A Nyíregyházi Egyetemmel már régen nagyon jó kapcsolataink vannak, előadások, kiállítások, tudományos konferenciák tekintetében. Ezt szerettük volna megerősíteni egy mostani együttműködéssel. Ez kibővül közművelődési tevékenységgel, és hát kibővül még olyan tevékenységekkel is, amire mondjuk idáig nem nagyon gondoltunk, tehát közös projekteknek, a közös pályázatoknak a megírásával, és olyan kutatásokkal, amit leültetjük majd a kutatókat egy asztalhoz, és szeretnénk, hogy ez kibővülne és sokkal szélesebb skálán mozogna. Az Eperjesi Egyetemmel is hasonló célokat tűztünk ki, annyival kiegészítve, hogy itt a tirpákság kutatását kiemelt témának tekintjük. Tirpákságon belül pedig az evangélikus egyház is kiemelt téma lenne. Az köztudott, hogy az Eperjesi Egyetem a protestantizmus kutatásában elég erős, tehát ezt szeretnénk kamatoztatni. A tirpákság kutatása pedig már régi kutatási témánk a József András Múzeumban, néprajzi tekintetben, gasztronómiai tekintetben, de ezt szeretnénk egy kicsit jobban kiszélesíteni, kiadványokat készíteni belőle, konferenciákat szervezni. Tehát szeretnénk a József András Múzeum nyitott múzeumát tudományosan egy kicsit jobban megalapozni, és ez a két keretmegállapodást ezt célozta meg. Felvállaltuk azt is már a keretmegállapodás tudatában a Nyíregyházi Egyetemmel, hogy október 9-én és 10-én, hétfőn és kedden tudományos konferenciát szervezünk itt a József András Múzeum dísztermében, mégpedig a burkolt szexualitás témakörében. Ehhez a tartalom megtöltésére vállalkozott a Nyíregyházi Egyetem történelmi és filozófia tanszéke. Ők maximálisan ezt teljesítették, és nagyon híres, neves előadókat hívtak meg. Mi biztosítjuk a lehetőséget, sőt a mi kutatóink is részt vesznek itt a konferencián. Ugyanakkor a kiállításunk még mindig aktuális, ez a Csókony megérdés című kiállítás, ami szintén az első világháború körüli szexualitásról szól. Nyíregyháza és Eperjes a 90-es évek végétől testvérváros is hangzott el a sajtótájékoztatón. Az Eperjesi Egyetem rektora kiemelte, az együttműködés legfontosabb lépése a közös érdekek megkeresése. A mostani kapcsolatunk olyan, hogy van a szerződés két egyetemünk között, de vannak kollégák, akik együttműködnek, akik találkoztak, akik dolgoztak közösen meg publikációkon még a régebbi időben. Ahogy mondtam is a sajtótájékoztatón, hogy még a 70-es, 80-as években létezett egy hivatalos és működő kapcsolat az itteni pedagógiai főiskola és a Safári Egyetem pedagógiai kara között, amely Eperjesen van, akkor gondolom, hogy ez a jó alapja van, és azt lehetne persze tovább fejleszteni, közös találkozásokkal, projektekkel, kölcsönös projektekkel, persze konferenciákkal, szimpóziumokkal, és fogjuk látni, hogy mi lesz tovább. Annyira egy házi kulturális intézmény célja, hogy nyitott múzeumként működjön, ezért is kötöttek már több együttműködési megállapodást idén. Annyiregyházi Egyetem rektora a sajtótájékoztatón kiemelte, oktatási intézményüknek is célja, hogy hasonló nyitottsággal működjön. A József András Múzeummal eddig is volt kapcsolatunk és együttműködésünk, most pecsét került erre az együttműködésre, természetesen egy intenzívebb, aktívabb kapcsolatot várok, közös konferenciák szervezését, közös pályázatokban való részvételt, akár a múzeum kollégáinak részvételét a mi képzésünkben, tehát oktatói tevékenységet, illetve hogy a múzeum helyt adjon a hallgatók oktatásához. Én úgy gondolom, hogyha egy történelem vagy egy történelem szakos hallgató a múzeum falain belül hallgat bizonyos előadásokat, és a múzeum tárgyai, képei, eszközei megvilágítanak egy-egy kort, akkor sokkal hatékonyabb az oktatás, tehát az oktatás minőségének változását is várom.
Jövő héten hétfőn és kedden tudományos ülést tartanak a múzeumban, rejtőzködő szexualitás, titkolt identitás címmel hangzott el a sajtótájékoztatón. A témák között szerepel például a különböző korok nőképei, a saját nemükhöz vonzódó művészek, de az első világháború női hadifoglyainak emléke is. Október 9-én és 10-én, tehát a jövő héten, hétfőn és kedden a Jós András Múzeumban megrendezésre kerülő rejtőzködő szexualitás titkolt identitás című tudományos konferencia a történelem során, illetve napjainkban problematikusnak tartott szexuális magatartás formákkal kapcsolatos attitűdöket, illetve ezeknek a változásait teszi vizsgálat tárgyává. A kétnapos tudományos ülés a Jós András Múzeumnak, a Történettudományi és Filozófia Intézetnek, valamint a Magyar Történelmi Társulat helyi szervezetének a közös rendezvénye. Hallhatunk előadásokat, például a nagyvárosi prostitúciónak a jelenségéről, az erre irányuló hatósági magatartásformákról, hatósági gyakorlatról, de olyan előadások is terítékre kerülnek, amelyek például nemi bűncselekményekkel kapcsolatos büntető jogi megítéléseket vizsgálnak a különböző történelmi korokban és társadalmakban. Ez nem csak Nyíregyházára fókuszáló, tehát nyíregyházi eseményekre fókuszáló konferencia lesz, egyébként interdisziplináris a konferencia, tehát mind történészek, mind irodalmárok, mind filozófusok, és még kutató újságírók, valamint gyakorló jogászok is az előadók soraiban lesznek. A konferenciához kapcsolódva tárlatvezetésre is várják a látogatókat október 9-én hétfőn délután. Ekkor a 18 éven felüliek tekinthetik meg a Csókolj meg édes című tárlatot, a konferencia azonban minden korosztály számára nyitott. Mondhatnám azt, hogy teljes harci díszben vagyunk, de azért ez nem teljesen igaz. Viszont vendégeink kétharmad arányban igen. Tóth András, Sipos László valóban díszben, Tomaszowski Anita pedig akár díszben is lehetne, vagy legalábbis nem is tudom, hogy hívják ezt, vért, vagy... Plasztra. Na, jó műsor... Plasztron, az még jobb. Tehát jó műsorvezető is holtig tanul, látszik, hogy én nem járok vívni, de Anita viszont már igen, és hogy hogy is lett ez a ti kis közös projektetek, ezt most mindjárt felfejtjük a következő percekben. A nézőknek pedig mondom, hogy egy Szabja bemutatót is láthatnak majd a beszélgetést követően, úgyhogy mindenképpen érdemes követni a beszélgetést, annál is inkább, mert hogy egyben egy kulturális ajánlattal is élünk, egy fantasztikus könyvet látunk itt az asztalon, és reméljük, hogy hamarosan már a boltokban is? A könyvtárban, elsősorban. A könyvtárban már van belőle egy példány, Anita, ugye említetted. Na akkor, hogy is kezdtél vívni? Mi ennek az oka? Így van, hát a kapcsolatunk végül is a Szabja Vívó iskolával már tavalyra nyúlik vissza. A Nyíregyházi Település Értéktár Bizottságának elnökeként találkoztam az iskolával és a Szabja vívással és a Borsodi László vívórendszerrel. Az Értékes Esték programsorozat keretében, mint egyik nemzeti értékünket bemutattuk a könyvtárba, szintén Szabja bemutatóval egybekötött előadás keretében mutatták be Tamásék. Innen indult a kapcsolat, és ezt szeretnénk a jövőben még jobban erősíteni, úgyhogy készülünk egy könyvbemutatóra, az itt látható Borsodi László a Génius című könyvet mutatjuk be október 20-án 11 órától a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamaratermében, és ahogy az együttműködésünket erősítsük, egy együttműködési megállapodást is fogunk kötni. Ez miről szól majd? Ez elsősorban a közös rendezvényekről fog szólni, még több közös rendezvényről. Egymás rendezvényein szívesen veszünk részt, ahogy tettük ezt eddig is, és a jövőben is, valamint ha lehetőség nyílik rá közös pályázatok indításában, részvételében, és segítsük az iskola tagjainak a helyismereti kutatást a helyismereti gyűjteményünkben, illetve a tagok számára ingyenes lesz a beiratkozás a könyvtárunkba. Tehát ez egy ilyen
win-win biznisz, ahogy az angol mondja. Tamás, nehéz volt Anitát meggyőzni, hogy ne csak szellemi társatok legyen, hanem tényleg ki is próbálja, hogy milyen ez a szenvedély, ez a sport? Nem volt nehéz, hát nagyon harcias tud lenni egyébként edzésen, csak ki kell hozni belőle, de nem volt nehéz igazából, mert vágyott Anita is valamiféle mozgásra, valami sportra. Ugye ez inkább hagyományőrzésnek mondanám, mint sportnak, mert nem vagyunk versenyzők, de ugyanúgy megvan az edzés, mert hetente kétszer másfél óra a Kossuth gimibe, és hát Anita tud elmondani, azért fizikálisan, meg szellemileg is azért elég megterhelő, mert alapvetően ezt a régi klasszikus kardvívást nem csak karral, lábbal vívták, hanem fejben is. Tehát ő szoktam mondani, hogy lejön egy nehéz nap után, hát az edzés végre mindent elfelejt, hogy milyen problémák voltak, mert egyszerűen az embernek muszáj odafigyelni vívás közben, 100%-osan. Ugye a dekoncentráltság az egyenlő a halállal, vagy legalábbis egyenlő volt, elég volt egy picit nem résen lenni, akkor ugye egy halálos hát, szúrás érhette párbajba, vagy csatatéren, nyilván ez ezt jelentette, edzésen jelenleg csak egy dorgálás jár érte, hogy tessék odafigyelni, mert azt azon nyomban látom, hogyha valakinek máshol jár az esze, oda kell figyelni, mert egyrészt veszélyes, üzem, tehát azért ezek a fegyverek azért van súlya, tehát tud sérülést okozni, tehát nagyon fegyelmezettek kell viselkedni, úgyhogy például fiataloknak, gyerekeknek ez is nagyon alkalmas, mert megtanulják a rendet, fegyelmet. Hamarosan ugye egy bemutatót fogunk látni Tamás és Lacitól. Ez ugye nem csak a fizikai erőnlétről szól, ahogy Tamás mondta, hanem a szellemiről is, és a valamelyest pedig a hitről és a hovatartozásról. Te hogyan csöppentél így a kard végére? Tamással a középiskolában folyamtársak voltunk, nem mondom meg hány évvel ezelőtt. Már nem emlékezzünk rá. Több mint 20, igen. És egyszer, hát őt a Sós Miskolcra vetette, én itt maradtam Nyíregyházan, és egyszer véletlenül piros lámpánál találkoztunk, és átkiabált, hogy van kardod. Aztán megbeszéltük, hogy miért is kellene, és megkért arra, hogy jöjjek el egy bemutatóra. Mádai Norbert mester szemináriumot tartott a Kodály általános iskolában, és ott ragadtam. Én könyvtáros vagyok egyébként, úgyhogy nagyszerű kontaktszemély vagyok az iskola és a megyei könyvtár között. Akkor lehet, hogy azért elég sokat dolgoztál is ezen az ügyön, ugye? Hogy ez tényleg ennyire gyümölcsöző legyen ez az együttműködés. A szellemi háttér részét azt hát Laci viszi, mert ahogy említetted is, meg ő is, meg Anita is tudja, hogy ez nem csak a vívásról szól, hanem annak a kulturális történeti hátterének a életbetartásáról, fölkutatásáról. A hitelességhez mindenképpen hozzátartozik, hogy lehető legtöbb dokumentumot összegyűjtsük. Egy picit ajánljuk ezt a könyvet, mert én úgy gondolom, hogy egy könyvet ugye nem csak annak kell olvasni, aki, tehát egy festőről szóló könyvet sem csak a festők olvasnak, tehát nagyobb közönség érdeklődésére is számíthatunk, nem csak azokére, akik valóban kartforgatók vagy szabjaforgatók lesznek. Igen, ez a könyv ez azért különleges, hát nekem ugye a könyvtáros barátok mondták el, hogy ugye ez boltokban nem fellelhető, nem megvehető. Tehát ez a szabjavívó iskola, aminek Mádai Norbert mester az alapítója és vezetője, gyakorlatilag az Egyesület adta ki ezt a könyvet, és aki ezt meg akarja nézni, az per pillanat vagy beiratkozik a vívó iskolába, vagy a könyvtárba felkutatja és elolvassa. De Borsodi László nem csak abban volt különleges, hogy megalkotott egy olyan vívórendszert, aminek mind a mai napig egyébként érződik a magyar sportvívásban, tehát kardvívásban a hatása, hanem mint ember és mint katonatiszt a II. Világháború ideje alatt olyan helytállást, olyan magatartást biztosított, ami példaképként állhat mindenki előtt. Utánpótlás megvan? Amúgy, mert úgy tudom, hogy gyerekekkel is dolgoztok együtt. Igen, hála Istennek vannak, jönnek a fiatalok, és hányan vagytok most Nyíregyházán? Hát olyan 20 körül van most a taglétszámunk, és jönnek a fiatalok, hála Istennek, tehát 10-12 éves legények már jelentkeznek, és hát a korelnökünk az hát 50 fölött van. És leányok? Vannak,
leányok is. Hát itt van szép szál leányok, igen. Ugye, Anita, legközelebb majd őt kérjük meg, hogy bemutatózzon, mert jó, hogy azért támogató. Ugye a szó elszáll, de a kép azért azt gondolom, hogy az megmarad az archívumban. Szabja, amit fogtok, vagy tör? Igen, mert ugye ezt sem mindenki tudja. Szabja, körülbelül mindenki. Mennyit nyom, mindjárt fogjuk látni, ahogy ezt virtuóz módon forgatjátok. Igen, ugye a szabja tradicionális magyar szálfegyver, ugye ívelt a pengéje, elsősorban vágtak vele, nagyon keveset szúrtak, a tör az, ami igazából szúr, az inkább a francia-olasz irány, a szabja az, ami a klasszikus magyar. Amit még fontos még a könyv kapcsán megjegyezni, hogy Borsodi László a Toldi Miklós vívómester képző intézetben dolgozta ki azt a vívórendszert, ami egyébként a szabján alapult, tehát a harci, a katonai fegyverforgatáson. Utána ő ezt az adott kornak megfelelően úgymond a pástra is megfeleltette, és ennek lett a következménye az, hogy gyakorlatilag az ő tanítványai közül 18 olimpiai bajnok, illetve 18 olimpiai aranyérem került ki, ugyanennyi világbajnoki cím, számtalan Európa bajnoki, azt hiszem 70 fölött volt a magyar bajnokiak, tehát ő egy olyan rendszer dolgozott ki, egy olyan kiemelkedő egyénisége volt a magyar kardvívásnak, ami mindenképpen számottevő, és hát ezért született ez a könyv. Ezért lett a könyv címe Borsodi László a géniusz. Hát fiúk, akkor nagy szeretettel kérünk titeket a bemutatóra, a nézőknek pedig mondjuk, hogy ezzel nem vágjuk el a műsort, csak egy kicsit, hiszen a híradó után pedig jövünk majd mi is vissza újabb vendégeinkkel, úgyhogy akkor most lássuk, hogy mindaz, amit egy géniusztól megtanultatok, hogyan néz ki itt a Kölcsei Televízió színpadán.